igen ismert újvidéki Béla lágyai teremben vagyunk, ahol a tulajdonossal Szétén Vukovics úrral beszélgetünk, ő egyik az első olyan pácienseknek, akiknek multifokális lencsét ültettek be. Ezt az újdonságot, a multifokális lencse implantátum beültetésének alkalmazását a belgrádi Sveti Vica kórház vezette be. A lencsék távol és közellátásra is alkalmasak. A diagnózis alapján minden páciens esetében személyre szabottan készítik el a lencsét Amerikában. Kérem, mondja el, hol hallott először a Sveti Vid kórházról? A Sveti Vidről először a vendégektől hallottam. Orvosok voltak, szemorvosok, akik családtagjaikat kezeltették ebben a kórházban. Kérem, mondja el, mikor operálták és meddig tartott. Én egy hónapja este állt a műtéten, pontosabban, akkor hallottam a Sveti Vidről egy hónappal ezelőtt, de a műtétet két hete végezték el. Most már el is felejtettem, hogy szemüveget viseltem, teljesen másként érzem magam. Mindkét szemét operáltat, volt csak az egyiket. És meddig tartott a műtét? Megoperálták mindkét szememet, a műtét 10 percig tartott. A kórházba való belépéstől a kilépésig az egész eljárás 2 órát tart. Helyi érzéstelenítés volt, vagy általános? Fájdalommentes helyi érzéstelenítés volt, az ottani orvosok nagyon jó szakemberek. A személyzettel együtt a legmagasabb színvonalon fézik a munkájukat. Most hogy érzi magát? Mintha újjászülettem volna, egyszerűen elfelejtettem, hogy szemüveget viseltem, most csodálkozom, amikor szemüveges embert láttuk.